sajtolt már a jégkorong szezon, ugye, hogy hallottuk a felvezetőben, számos jó Bajnokok Ligája felkészülési mérkőzést láthattunk már a magyar kluboktól, illetve az Erste Liga is elindult, úgyhogy nézzük, hogy milyen állapotban várják a csapatok ezt a találkozót. Nagyon sok hibával játszik mind a két csapat, ez gyorsan itt az első 10-11 perc alatt szembeöltött és feltűnik. És ott egy kiállítás, Kis Rolandot fogják kivinni, közben még egy védés. Horváth kétszer, még ott a kipattanó és ott a gól is. Megszerzi a vezetést a Ferencváros Razunják góljával. Csapongó volt a játék, ahogy mondtad, valóban volt egy blokkolt lövés Kis Rolandtól, utána a Fehérvár eladott egy korongot a támadó kéken, és ahogy kialakult a küzdelem a középső harmadba, a legjobban jó ütemben lépett ki a Ferencvárosi támadósor, és láthatjuk, hogy egy jó lövésig jutottak el, a kipattanót pedig Razumnyak gyűjtötte össze, és vágta be az üres kapuba. Ott volt még Csollák is, korábbi Béja játékos. Ő az egyik, aki bekerült a Csabi által említett sérültek helyére, és aztán egy hibát Brown használ ki, és egyenlít a fehérvári csapat 6-58-al az első harmad vége előtt. Eladott korong volt, és Brown nagyon jól élt ezzel a lehetőséggel, rögtön ütemtelenül előtte. Aranytehetetlen volt. Chris Brown. Nyilván itt azért például anyagi okai is vannak és lehetnek annak, hogy nem tud megtelni a jégcsarnok, de nézzük közben a fehérváriakat. Gansz teszi középre, és ott is van a fehérváriak vezető gólja, Hári. Gyönyörű 3-2-t játszott meg a Fehérvár, és Hári fejezte be. A keresztpassz is tökéletes volt, de a kulcs az az volt, hogy Hári rögtön kapásból előtte, tehetetlen volt arany. És ez így egy ember hátrányos gólja, amivel megszerzi a vezetést a fehérvári együttes. Itt van bent a Bardalis Erdély Brown trió, de nem tudják ott tartani a korongot. Így viszont igen, a levegőből gyönyörűen játszotta még meg Kis Roland, és ott lesz a helyzet, sőt, becsodog a korong. Erdély Csanád. Erdély Csanád, aki már egészen messze volt a kaputól, gyakorlatilag már ott a bedobó pont, a bedobó körben tartózkodott, amikor emeli a botját, mert hogy akkor csorgott be végül a korong. Visszatette a kapu elé a korongot, és talán szerencsésen pattanhatott. Hát az biztos, hogy az ő szempontjából így történt. Így van, Erdély szempontjából. Korcsolyáról, Seregi korcsolyáráról pattant oda. Ebből a szögből fogjuk a legjobban látni. Ready? Jó a váltás, jön egy lövés, lecsorgó korong, és így üresen maradt a kapu. Helgészen góljával szép itt a Ferencváros, sőt, zárkózik a Ferencváros 3-2. Helgészen többször nagyon hasznosan dolgozott már Fodor Szabolcsnak, ugye láthattuk emberhátrányban is, hogy irtózatosan nagy munkát végzett a kapu előtt, most azonban támadásban tudja segíteni a csapatát, és könyörtelenül bevágta a kipattanót, 3-2. Hát itt már csak a csoda segíthetne a Ferencvároson. És azért vannak csodák, történnek csodák, de talán ekkora, hogy itt a Fradi gólt szerezzen, nem történhet, és nem is történik. Szuperkupa győztes a 2024-25-ös szezon első trófeáját a Hidrofehérvár AV19 szerzi meg. Övék az Audi Hungária Szuperkupa a klub történetében harmadszor. A Ferencváros tehát nem tudta megvédeni a trófeát. A tavaly 4-0-ás Béja elleni sikert követően most a magyar bajnok a kupa győztessel szemben alul marad. 3-2, hát sok tanulsága lesz mind a két edző számára ennek a mérkőzésnek, én azt gondolom, és biztosan beszélnek is majd erről Farkas Marcinak a meccset követően.